Na szervusztok, üdvözlök mindenkit itt újra a játékban, folytatjuk a hadjáratunkat, ugye, mint az előző rész végén is mondtam, a németek most már egyesültek a szovjetekkel, elfoglalták őket, és hát a végső csapásra várunk az ellenfeleinkre, ebbe már mi is becsatlakozunk, beküldtük a légierőnket, a gyalogságunkat egyelőre duzzasztjuk, most már úgy nagyjából a manpowerünk az egálba jön, most már tényleg rendelkezünk egy kis tartalékkal, egy 300-326 ezer fővel, az már én úgy gondolom, hogy egy viszonylag elfogadható, értelmezhető emberanyag, ezért is bátorkodtam ugye a légierőnket beküldeni az angliai csatába, de az erre a légierőre igenis komoly fejlesztések várnak, ahogy ugye az első részekben is mondtam, itt a légierőre fektetjük a hangsúlyt, hiszen Magyarország nyersanyagkészlete igazából a légierőt támogatja a legjobban, szerintem legalábbis. Nyilván cáfoljatok meg, hogy ez nem így van. De ugye 1943. júliusában járunk, én pedig bátorkodni fogok neki leselkedni a mi légierőnk 1944-es fejlesztéseinek a megindítására. Jó, közben még én itt magyarázok, a bolgárok is beléptek a háborúba, mégpedig a mi oldalunkon. Na, jön az egyre több kis állam, aki hirtelen a győzteshez szeretne csatlakozni. Mármint a németekhez nem hoznám, úgyhogy... igen. Ezt nem is úgy kell érteni. De nézzük. Ja, igen, és mi közben tudjuk fejleszteni a taktikai bombázónkat, a közeli légi támogatást nyújtó egységünket. Magyarán zuhanóbombázónkat ebbe az időpontba. Vagy időben, bocsánat. És nézzük is London. Londonba! Ez az! Az első siker. Ott is van egy lengyel. Na, úgy látom, SS az valószínűleg tenger alatt járó. Így is van. Tenger alatt járó sikerült elsüllyesztenünk. Ez az. Végre valami, ugye? A szovjetek lekerültek a térképről, és az első siker. De hát, baszki, mindennek is örülni kell. Manpower, mit kérsz? Jó, elküldünk neki egy 20 000-et. Küldünk neki emberi erőforrást, mert mégiscsak ő a főnök, és jobban járunk, hogyha teljesítjük azt, amit a főnök mond, ugye? Na, itt fejleszteni is fogunk ezen. Nézzük meg gyorsan, hogy milyen egységeink vannak, 2-es, 2-es, 1-es zuhanó bombázók, ezen valahogy fejleszteni kéne. Jó, tehát így tudok majd fejleszteni rajta, jó, és akkor ők nem foglalják így a helyet. Na, akkor itt gyorsan egy pár reformot végrehajtunk. Vadászosztály, kit érdekel, nem kell, kösz, hello. Itt is. Junker Stuka, nem, akkor ő marad. Ezen hogy tudok változtatni, sehogy, jó, mindegy, újra fölépítjük ezt az egészet. Jó, jövünk Normandia. Jó, tele van. Akkor nem ide jövünk. Britannia is tele van. Calaisi. Oppá, akkor ide jövünk. Héja. Heavy fighter. Na, akkor itt valami szar van a palacsintában. Vajon mit rontottunk el? Hát, ki tudja. Lehet, hogy kidobtam a picsába az összes repülőgépünket. Az meg lehet. Na mindegy. Beküldjük közbe a bombázóinkat. Hát, ezt lehet, hogy elrontottam. Sőt, eléggé komolyan úgy néz ki, hogy el is rontottam. Az igen. Micsoda bombázások, micsoda légi csaták. Liverpool, mindenhova, hát csak úgy ömlik a bomba Angliába.
de hát a könnyebben partra fogunk tudni szállni. Mávak, sas. Komolyan. Akkor miért ne? Gyalogsági fegyvert egyet visszaveszünk. Naval bomber. Jó, jó, jó. Hadd jöjjön. Stratégiai bombázó. Még olyanunk is van. Jó, hát akkor még visszaveszünk. És ő is hadd jöjjön. Hadd jöjjön. Ez szerintem azért már jó. Föl tudunk kerülni a térképre, aszerint, hogy mennyire fejlett a légierőnk. Gyorsan a radarállományt azt megneveljük, mert imádom, hogyha látom, hogy hol az ellenfél. Imádom, hogyha van elég információ a kezembe. Mondjuk itt egy jó kis légvédelem és infrastruktúra. Infrastruktúrát. Ne hülyéskedj, már be tudunk szállni a német ipar a szövetségesek iparába. Ne hülyéskedjetek már. Ugye erre van lehetőség infrastruktúrát növelni náluk. Ez de komoly. Na jó van. Ezt nem is tudtam. Ez egy új dolog. Haha, minden nap tanul az ember. Holló. Mávak holló. Miért ne? Kapunk még Junkerst. Stukkát. Zuhanó bombázó, nézzük meg, hogy áll az állomány. 11-9. Itt hogy áll az állomány? 12-13-3-1-1. Hogy lehetne ezen növelni? Ja, értem, 100%, 92%. Aha. Tíz, ez mi az, hogy 4%, 3%? Most így levegetik le az embereimet? A levegőbe? Ne mondd már. Mert akkor ide azonnal teszünk nekik. Akkor itt most mindenki megy. Ja, azt nem lehet, jó. Kamikaze Strike. Ja, tényleg, jaj, azt ne is. Torpedó bombázónk. 3 darab. Mondjuk lehet, hogy a torpedó bombázókat át kéne helyezni máshova, és akkor ők... Hogy kell csak őket kijelölni? Menjél csak oda? Na, átrepültél vajon? Na, most ember nincs, vagy torpedóbombázó. Nézzük csak meg gyorsan. Logisztika. Bombázónk nincs. Aha, értem, tehát le vagyunk maradva itt egy kicsit. Jó, semmi baj. Majd felhozzuk. Taktikai bombázó közeli. Zuhanó bombázója, és a héja is kijött. Rendben, akkor viszont az azt jelenti, így is van, egy csomót tudok fejleszteni, amiben újra csak repülőgép típusokat fejlesztünk. Ja, és hát a jet engine még nincs meg. De lehet, hogy nekünk fejleszteni kell a gumin, hiszen egyre több repülőt szeretnék kiállítani, az egyre több gumi is kell. Jó, hát még mindig nem vagyunk fegyvertény ebben a játékban, sőt, egész gyorsan lődözik lefelé a repülőinket, amint látom. De legalább már valamiféle támogatást tudunk nyújtani itt a szövetségeseinknek. Jó, hát ezeket szerintem felépítjük. De csak idáig.
Így is van, a radar alatt visszavontunk, a radar legyen meg, és majd utána eldöntjük, hogy mit szeretnénk. Hoppá, hoppá, sikeres partraszállások! Sikeres partraszállások Írországban? Ne se hiszem, és a Vichy Franciaország oldotta meg ezt egymaga. Hát mindjárt azonnal beszállunk itt, beszállunk ebbe az egész mókába, megmozdulásba itt az íreknél. De már! Na-na! Azonnal jöjjenek a német hadosztályok! Meg kell szirelédíteni itt a hídfőállást. Na, és akkor most mi történt? Most így hirtelen lett egy nesze semmi? De az fog meg jól, ugye? Na jó van, biztos nem értettem ezt a helyzetet. Sok minden nem értek még ebbe a játékba, de mint említettem, ez most csak egy ilyen próbakör, amiben elég csúfosan szerepelek, de hát ez van, valamit valahol mindig el kell kezdeni. Az észtek mit adnak? Kérünk nekünk egy zuhanóbombázót. Jó. Jó, jó, jó. Dover fölött komoly légi ütközetek. Jó, tudunk fejleszteni akkor ezek szerint tengerészeti bombázót és stratégiai bombázót. Rendben, de nézzük meg, hogy milyen gyorsan termelünk ki. Kettő vadász jön ki hetente, egy taktikai bombázó jön ki hetente. Ja igen, a kettő vadász, kettő zuhanó bombázó, egy taktikai bombázó. Majdnem három csatarepülőgép. Majdnem három tengerészeti bombázónk és egy stratégiai bombázó per hónap. Az komoly, arra azért vigyázni kéne. Ja igen, beszálltak a spanyolok. Beszálltak a spanyolok ebbe a háborúba? Ho-ho-ho, na hát az onnan érdekes. Az onnan nagyon érdekes számunkra, hogy akkor Afrikában megnyílik két új front szakasz. Ugye itt Közép-Afrikában megnyílik, mert itt van egy kis spanyol gyarmatocska, ez egy terület itt, és onnan már hirtelen ki tud rajzani egy támadás. Valamint ugye Nyugat-Afrikában, itt a nyugat-afrikai part mentén megint jöhet egy támadás, hiszen Észak-Afrikából gyakorlatilag száraz lábbal átkelnek a sivatagon. Mondjuk a sivatagon száraz lábbal átkelni nem nehéz, csak legyen mit inni, ugye? Aha, ez így érdekes. Afrika helyzetéből ez így nagyon érdekes, hiszen most akkor már három front szakasz van itt Afrikában, ahol lehet harcolni. Sőt, hogyha még Madagaszkár szigetéről is elég okosak lennénk, még onnan is tudnánk partra szállni. De, oppá, hát igen, amit nem néztem, meg ami, ahogy halad itt az állás. Hirtelen azért azt látni kell, hogy elfoglaltuk Írországot. Ez már kb. Nagy-Britannia végét jelenti. Lisszabonból kiütöttünk egy kis partraszállást. Jó, és ami itt a lényeges, a japánok nagyon komolyan törnek előre itt. A távol keleten, a Csendes-óceánon. A holland-kelet-indiai társaság az, holland-kelet-india az gyakorlatilag már el van foglalva, és ezek szerint akkor Szingapúr is elesett. Ő is elesett. Az igen. Hát gyakorlatilag akkor ezeket a tengereleket Japán uralja. Kész, nincs mese. Betörtek Indiába is. Durva. Közép-Kína. Dél-Kína. Elesett. Ezek nagyon komoly dolgok. Hát igen, a németek követelnek tőlünk továbbra is emberi erőforrás, kapnak egy 50 ezret. Rocket effort, mert az kell, az fontos. Hoppá, késett a heavy fighter. Azt is fejlesztettük. És akkor innen már nagyon jól nézünk ki.
Na, drága barátom, hát hova kattingatok én? Csak ide, ugyan. Ez is. Csak ide. Jó. Jó, rendben, és hát akkor az angliai csata folytatódik. Már csak vennünk kéne a bátorságot is partra szállni náluk. De ugye nekem ehhez nincsen kapacitásom, én csak támogató tevékenységet tudok itt folytatni. Mondjuk egy stratégiai bombázó 90 nap, miért ne? Hát, ha tudnánk gyorsítani akkor a termelésén. Ugye ide egy rocket effort. Bár ha 69 nap akkor jöhet, és akkor már komolyabban tudok egy rocket engine, és akkor jet engine, és akkor már jeteket beküldeni a harcba. Növeljük csak meg a construction speedet. Jó, gyorsan ránézek itt a... Hogy érdekes ez nekem, radar? Aha, már van is szolgálatban egy ötös radar, ami, ha nézitek, kb. Közép-Európát lefedi. Az nagyon jó. Az nagyon jó. Imádom. Jó. Hát folytassuk. Akkor aki még ellenünk harcol és nem kapitulált, ez ugye az angol, United Kingdom, a British Raj, Dutch East Indies, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Dél-Afrika. Hát igen, ott a japánok azért keményen ütik őket a távol-keleten, itt meg mindenki más. Jó, hát iszonyat kíváncsi vagyok, hogy mire fogunk jutni. De igen, erre számítottam, hogy Afrikában azért ezek a front szakaszok itt megmerevednek nagyon gyorsan, hiszen borzalmas a logisztikai ellátás mindenhol. Itt ugye annyi szerencse van, itt annyiba jó a mieinknek, a szövetségeseinknek, hogy itt azért van több kikötő, három kikötő hirtelenségébe, légi utánpótlás, szóval itt azért nagyon gyorsan el tudja ide hordani nekik az utánpótlás, de ha már egy kicsit beljebb is kell mennünk az esőerdőbe, a szubtrópusokra, akkor baj van. Na, nézzük, mi történt. Semmi. Jó, köszi. És most mi történt? Továbbra is semmi. Aha, németek kiharcoltak maguknak itt egy kis területet. Hát elég gyenge repülőgép állománnyal rendelkezünk. Továbbra is kisebb a termelésünk, mint a veszteségünk. Úgyhogy a nullán toporzékolunk. És itt, ha minden igaz, akkor majd lesz egy kis segítségünk a jetek kifejlesztésének, és hát akkor egy anti-air az jöhet, és akkor már az összes ilyen típusú fejlesztésünk is megvan. Milyen fejlesztés ez? Hogy nevezi a szakirodalom? Tüzérségi fejlesztés. Jó, tüzérségi fejlesztésünk minden meg lesz. Rocket engines. Aha, soft attack megnevekszik. Nagyon jó. És lehet, hogy itt lesz valami. Rocket interceptor. Na mindegy, ez jelentsen bármit is. De legalább lesz. Ha hirtelen majd csinálni kell, akkor legalább lesz. Aha, elfoglaltuk Gibraltárt. Ja, nyilván, hát persze én hülye, hát a spanyolok beszálltak a háborúba, hát azonnal szárazföldi úton le lett rohanva. Itt mondjuk itt érdekes, hogy még itt van ez a kis sziget az angolok kezén, sőt, a földközi tengerrel még mindig vannak szigetek az angolok kezén. Nekem nem tetszik, én hogyha már földközi tengeri hatalom lettem volna, lehet, hogy több erőforrást elfordítok.
De hát ugye nem én vagyok a földközi tengeri hatalom, úgyhogy innentől kezdve köszöntöm a lehetőséget, hogy beleokoskodhattam. Jó, azt is rátesszük. Hoppá, hát ezt nem fogom rátenni, köszi, az számomra az most kicsit sok. De az Engineering Company-t azért azt tudjuk fejleszteni a bolgárokon. Megint tudtunk segíteni, és itt törnek előre a miéink. Hát ugye mivel jó utánpótlással rendelkeznek, főleg itt a kikötők felé, hát igen, így meg is lehet szervezni egy-egy előretörést. A britek azok semmilyen utánpótlással nem rendelkeznek itt a szövetségesek. Ugyanúgy, ahogy az olaszoknál se. Hát érdekes, érdekes, és itt még azért át kell törni. Át kell törni az egész front szakaszt, végig kell verni egészen Dél-Afrikáig. Úgyhogy Afrikában azért még komoly erőforrásokat meg kell mozdítani, hogy itt áttörések legyenek. De igazából csak ki kéne ütnünk Britanniát. Hopp, egy anti-air és egy stratégiai bombázó fejlesztés következik. Következik. Úgy is van. Meg is van. Jó, hát itt valami harci cselekmények folynak, de úgy látom itt ezeken a területeken nem nagyon jutnak át a japánok, legalábbis lehet, hogy komoly veszteségeket szereznek, és Jannan se sikerült még bevenni, hihetetlen, pedig azért már 1944-et írunk. Egy equipment a fort. Jó lesz, opá! Na azért ez azért biztos fáj a szövetségeseknek, hogy Ausztráliába partra szálltak a japánok. Sőt, nem csak, hogy partra szálltak, de elfoglaltak egy igazán komoly területet. Azért ez durva. Itt a szövetségesek nagyon el vannak verve. Japán egészen komolyan egyedül veri őket itt szanaszét. Azért ez... ez durva. Na mindegy, itt az angoloknak már lassan kapitulálni kéne, de ahhoz talán partra kéne szállni. Hozzunk létre. Talán a gyalogságunk már jó raktárkészlettel rendelkezik. Meg NTR-rel nem. Meg rakettereli, ajjaj. Jó, egyelőre nem tudunk semmi ilyesmiben részt venni. Ja, nagyon gyenge a termelésünk. Production, construction, na nézzük, Alföld, szerintem nem is fogunk. Tirol, az kell, Upper Austria, Ausztria nem kell. Az jöhet, Észak, Transzilvánia jöhet, Kárpát-Ruténia nem kell, Lower Austria nem kell, az jöhet, Eastern Szlovákia nem kell, Western Szlovákia nem kell, Southern Szlovákia nem kell, akkor csak ezeket kell megépíteni. Sőt, ha meg lesz az Alföldön, innen már nem is építünk tovább, Max Tirolba. Úgy, és akkor most már kellenének ezek a rohadt military factory-k. Úgy Isten igazából. Növelni kell a termelésünkön. Na, mit is szeretnék csinálni? 20-10-10, jó, ez kicsit többnek tűnik.
nem fogom elolvasni. Végig. Plusz 50% olajtermelés. Ott lesz majd még egy, megint egy 8 nap múlva. Special Forces. Rendben, már csak 2 nap, 1 nap is kifejlődött. Mehetünk Engineeribe a Jet Engine-re, és akkor majd új jet repülőgépeket fogunk tudni harcba állítani. Hoppá, az milyen? Az milyen repülőgép? Brit volt? Francia? Na nézzük, hogy állnak a csapataink. Ezt le is lőtték. Azokat is kiszedték. Komoly. Komolyak vagyunk egyelőre. Hát 144 ezer embert vesztettünk eddig ebbe a háborúba. Ami, azt kell mondjam, elég sok. Aha, kértem tőle manpowert, hogy erre nem tudtam rájönni hamarabb. Hát jó. Na, amire kíváncsi vagyok. Az nem tudom mi. Úgyhogy elkezdünk kifejleszteni gyalogdandárt. Budapesten. Egy 4-5 darabot. Igen, és akkor rakettáltereli nincs elég. Tehát majd azokon kell fejlesztenünk. Jó. Ha lesz még. Akkor fejlesztünk is rajta. Ez a gyalogdandárból kiveszik ezt a huszárt, átadjuk nekik innen. Elveszünk még egy gyalogdandárt. Így is van. Te neked az új feladatod. Az biza, a partra szállás lesz. Ha jól láttam, ezt így kell csinálni. Jó, hát akkor ezt mégis így kell csinálni. Na, merre jártok? Mikor olyan gyalog mentek? De mindegy, menjetek gyalog. Nem is idegesítem magam ezen. Ajjaj. Inkább nem. Rocket Interceptor nem kell. Köszcsi. Köszi. Jó, hát nevelünk egy kicsit azon. Aha.
Vagy leszünk rajta, mert mégiscsak van a divízióinkban ilyen, úgyhogy bármilyen nemű plusz az jól tud jönni. Na nézzük, hogy kell ezt. Ide kattintok, meg ide kattintok. Nem, mégse így működik ez, erre majd rájövünk. Hogy. Hogy is, smint. Hoppá, hoppá, hoppá. Hoppá, micsoda fejlemények vannak itt. Goa, a régi portugál gyarmaton. Ha jól látom, partra szálltak a japánok. És itt északra, ugye a mai Pakisztán területén partra szálltak a németek. Azért ez... Hát ez fájó lehet itt most megint az indiaiaknak, a briteknek. Hoppá, igen, és hát így is van. Folyamatosan haladnak előre a japánok Ausztráliába. Itt a szigeteken már nincs harc. Elfoglalták a szigeteket. Új-Zéland ostrom alatt áll. A japánok nagyon durván tolják. Az igen. Gyakorlatilag a csendes óceán egésze már japán kézen van. Legalábbis a jelentős része. Hát India is el lesz foglalva, már 35 német dandár van Indiába, azért az komoly. Mondjuk az itt leterheli az utánpótlás, de hogyha innen egyszer sikerül kiszabadulniuk, az már komoly lesz. Itt a Vichy Franciaország, Ahmadabad városát próbálja elfoglalni, de a japánok itt jönnek fel, és valószínűleg fognak tudni nekik segíteni. Ja, nem beszélve arról, hogy a japánok simán nyomulnak előre Kelet-Indiába, de nem boldogulnak Kínában. Azért az furcsa, lehet, hogy ugye a nagy kínai manpower, emberanyag azért az útját állja itt a japán technológiának. Aha, és Afrikába összeértek a front szakaszok, tehát itt most már megint tényleg egy frontról beszélünk, egy dél vs. észak. Furcsa. Furcsa fejlemények, azonban még a brit kérdés még mindig nem bírtuk megoldani. Lehet, hogy ugye az AI annyi erőforrást helyez át a MASZ területekre, a MASZ front szakaszokra, hogy ide nem, itt csak inkább ilyen védekezést csinál. De egyből ki is fejlesztjük az első jet fighterünket, sőt, jet taktikai bombázó. Hát imádom. És akkor innentől kezdve már ugye nem kell ez a sokfajta fejlesztés, le tudjuk redukálni a gyártósorok kapacitását egy-kettő fajtára, és azok mindent el fognak tudni látni, olyan feladatokat, amit eddig ugye ezek láttak el, például bombázás, közeli támogatások, úgyhogy innen, ez szimpatikus, ez tetszik nekem, úgyhogy ott a jetekre ráfekszünk nagyon is. Mert azzal talán meg tudjuk oldani itt a gyártási kapacitás kérdését. Aha, Ahmadabad az el lett foglalva. Hogyha itt a japánok rá tudnak segíteni a németeknek, akkor hogyha ez a front szakasz is egyesül, akkor innentől tényleg az lesz, hogy nincs megállás Der Hig. És akkor lehet, hogy kialakul egy új front szakasz itt hátul, Tibet mögött, ezen a területen, és akkor már innen is megtámadják a kínaiakat. Akkor aztán meg tényleg azt jelenti, hogy itt a kínaiaknak vége, lőttek. Már az is azt jelenteni, hogyha a németek, tehát mi beszállnánk a háborúba itt a kínaiak ellen, de már az is nagy erőny, hogyha a japánoknak nem kell... hoppá! Igen, nem kell Új-Zélandon háborúzni, hanem már csak Ausztrália van hátra. Igen, itt már csak Ausztrália, India, Dél-Afrika. Ez komoly.
Akkor az már azt jelenti, hogy lehet, hogy a következő videó során már el is foglalunk mindent. Jó, valamit tudunk termelni, valami fölvillant. Fejlesztettünk valamit, vagy valami új jött ki? Ja, igen, azt fejlesztettük, de olyat nem termelünk, nem, nincs is rá egyelőre szükségünk. És kijött egy egységnyi emberanyag, amit hozzá is rendelünk itt a területvédelmisekhez, a honvédőkhöz. Osszák csak szét. Na, 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 na. Akkor itt most megszűnt valami? Ezek szerint meg. Jó, elfogadjuk, mert mindig van ilyenre szükség. Hát az 500 nap, azért az... Azt köszönöm arra, nem akarom egyelőre leterhelni a kapacitásomat. 1945. Az jó lehet. Jó, hát akkor itt zárásként annyit, hogy hát 1945. október 23-at írunk. A Német Birodalom ezzel a többlet erőforrással, amit a szovjetektől szerzett, ez egy gyakorlatilag megállíthatatlan, egyszerre harcol minden front szakaszon. A japánok nagyon szépen törnek előre a keleti részeken, Csendes óceán az gyakorlatilag az övék, itt mindent elfoglaltak. Még egyedül ellenáll Ausztrália, de már Új-Zéland is el lett verve, sőt ezek a kisebb szövetséges támogatók is. Úgy látszik, hogy Indiát bekebelezik. A kínai egységes front se fog tudni már sokáig ellenállni itt a japánoknak. Kisebb-nagyobb sikereket okoznak, de azt szerintem csak abból adódik, hogy a japánok innen átcsoportosítanak erőket új front szakaszokra, lásd India, Ausztrália, plusz úgy látom, a japánok már megjelentek itt a Közel-Keleten, Arábiába. Az Axis az nagyon komolyan előre tört Afrikába, ugye három helyen megosztotta az szövetségeseknek az erejét, úgyhogy ez is már időkérdése is el fog bukni. Az angliai csata az továbbra is folytatódik, ugye innen elvettük Írországot, de Anglia még maga csú tartja magát, nem is nagyon próbálkozunk a partraszállással, itt egy ilyen hajós is légi ostrom van, és hát ugye Kanada, Amerika az, ami még érintetlen ebbe a háborúba, de gondolom, hogy oda már nem nagyon fog áttevődni ez a harc. Valószínűleg itt megmarad Anglia is, hogyha Angliába egyszer az olaszok, spanyolok, franciák vagy németek úgy gondolják, hogy átmennek, akkor átmentek és eldöntik a harcot. Na, akkor ez szerintem majd már csak a következő részbe fog kiderülni, hogy hogy is, smint. Úgyhogy köszönöm, hogy eddig velem tartottatok. Innen folytatjuk. Na, mindenkinek jó játékot, sziasztok!